Schiffer András lemond minden az LMP-ben betöltött tisztségéről, és a parlamenti mandátumát is visszaadja, tehát kiszáll a politikából. Őt kérdezem a következő percekben. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez a bizonyos sokat emlegetett szellemi erőtér, amire hivatkozik, hogy annak nem sikerült kialakulni az LMP körül az elmúlt években. Ez a lemondásának a fő oka? Hát abszolút, tehát én nem nagyon tudok mással szolgálni. Nyilván, hogyha lenne valami rettenetesen mély rejtett titok, akkor például nem 3 hónapig morfondíroztam volna. Pedzegetnek ilyeneket, bocsássak, ja, akkor már rettenetes titok. Persze, hát például a Népszabadság is azt írja címlapon, mindenhol címlapon van egyébként. Ez fantasztikus. Úgy, nem tudom, hogy ezt az LMP-s pályafutás alatt sikerült elérni. Hát ezért már volt ilyen. Volt nyilvánvalóan. Azt pedzegeti, hogy talán valami nyomás is lehetett a háttérben. Dehogy, ugye már marhaság. Tehát ezekkel én azért nem tudok mit csinálni, mert ez leginkább az egész magyar közéletnek a végtelen idiotizmusát mutatja. Tudnélik, hogy ha eszembe se jut felállni és maradok a helyemen, akkor meg azért sejtenek nyomásgyakorlás és valami ördögi összeesküvés. Szóval ez a van rajta sapka, akkor hogy azért, nincs, ha nincs rajta, azért. Hát szerintem ezzel foglalkoznak a pszichiáterek. Én nekem képzelje el valaki például éppen ezért dicséri, hogy a ciklus felénél mond le, hogy legyen csak még lehetősége. Hát pontosan. Én azt gondolom, hogy ezt a mérlegelést vagy ciklus felezőnél elvégzi egy parlamenti képviselő, vagy nem végzi el. És ilyenkor én úgy voltam vele, hogy azokat a célokat kell mérlegre tenni, amiért én erre a történetre szerződtem. Hogy legyen körülöttünk egy olyan világ, ahol a profit nem előzi az embert, legyen egy olyan Magyarország, ahol a saját szellemi teljesítmény és nem a külföldi fejlesztési források mozgatják a fejlődést. És én azt gondolom, hogy a cél a fontos, és nem a pozíció. Én ma úgy látom, hogy ez a szellemi erőtér, főleg akkor, amikor itt a különböző globális problémák teljes erővel zúdultak rá az országra az elmúlt egy évben, ez egy olyan hiány, ami akadálya annak, hogy hatékonyan az LMP a saját üzeneteit, azt a megújuló Magyarország képet, amiért harcba szállunk 4 évente, el tudja vinni az emberekhez. Én azt látom, hogy sokkal hatékonyabb, hogyha én ezen dolgozom, mint hogyha a darálóba bemegyek nap mint nap. Hogy akar ezen dolgozni? Hogy ezt a bizonyos szellemi erőteret, a holdudvart kialakítsa az LMP körül. Nyilván itt a részleteket én a következő hónapokban, hogyha megszabadulok itt a napi tehertől, akkor tudom ezt világosan kidolgozni. Az látszik, és látszódott az elmúlt 1-2 évben, látszódott a kampányokban is, hogy jócskán van egy globalizáció kritikus zöld politika mögött egy szellemi háttérbázis, ezt meg kell szervezni, el kell vinni az ország minden szegletébe azokat a pontokat, ahol akár a mindennapi életben nyújtott segítségekre lefordítva el tudjuk magyarázni azt, hogy egy megújuló Magyarország mit jelent. Pont ebben érzem az LMP-nek az egyik hibáját, hogyha megenged egy kritikai megjegyzést. És ezen szeretnék segíteni. Túlságosan bonyolultan fogalmaztak meg olyan célokat, amiket egyszerűbben kellett volna, hogy több emberhez eljussanak, és több embert lehessen beállítani az LMP mögé. Ez egy szokásos és nyilván nem teljesen alaptalan kritika velünk szemben, de pontosan odáig jutottam, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy milyen sokkal bonyolultabban fogalmaznánk, mint a versenytársaink. A legkülönfélebb versenytársainknál én napig... Tudja, hogy a politika demagógiát kíván meg. Hogy ne, persze. Tudja, hogy olyan mondatokat, amik nagyon sok emberhez eljutnak, akármi is legyen mögötte. Szerintem ezt bőven megtesszük, és kaptam én magam is kritikát már azért, hogy így úgy demagóg meg populista vagyok, szerintem ezzel van a hiba. Tehát, hogyha nem tudjuk azt megtenni, hogy tényleg Körmendtől Kisvárdáig, minden járásközpontban, minden választókerületben nem egyszerűen mint pártszervezet, hanem mint egy gondolati kör, egy olyan csoport, ami segítséget nyújt a mindennapi életben, és azon keresztül mutatja meg egy megújuló Magyarországnak a képét, mutatja meg azt, hogy lehet Magyarországon egy olyan világ, ahol nem a profit előzi meg az embert, enélkül persze, hogy érthetetlen, bármennyire demagóg, vagy bármennyire bonyolult mondatokat mond egy politikus. Budapesti pártnak indultak, azok is maradtak. Nem indultunk budapesti pártnak. A vidéket hogyan próbálják megtalálni? Jelen, tehát a megyeszékhelyek döntő többségében ma is jelen vagyunk önkormányzati képviselettel. Nyilván én a következő 2 évben nem szorosan a pártszervezéssel szeretnék foglalkozni. Tehát, hogy akkor erre nincsen egyelőre önnek forgatókönyv, ezt rábízza azokra, akik majd jönnek ön után? Hát nem, eddig se nekem volt erre hatásköröm, tehát itt egy ilyen furcsa szerkezet ez a párt, mert itt a két társelnöknek körülbelül akkora jogosítványai vannak, mint az angol királynőnek Nagy-Britániában, tehát ez eddig sem, hogy úgy mondjam, igazán az én felelősségem volt, bár politikailag természetesen a felelősség maximálisan az enyém. Ki lesz az emblematikus figura ön szerint az LMP-n belül, aki hasonlóképpen tudja, mert hogy egy arc mögé is rendezik az emberek egy pártot. Tehát, hogy kell egy olyan emblematikus vezető egyénisége, akiben tudják azonosítani. Ez eddig ön volt? Hát
Egyrészt eddig sem teljesen én voltam, mert a 14-es kampányt úgy vívtuk meg, tehát a 13-14-ben a saját kis szabadságharcunkat, hogy Szél Bernadett legalábbis velem egyenrangú, ha nem, még inkább előtérbe helyezett arca volt a pártnak. A másik három parlamenti képviselőnk is szerintem már egyfajta ismertséget fölépített, Sallai Róbert, Benedek Smuk Erzsébet velem együtt alapítója ennek a pártnak, és hát a frakción kívül is most túl azon, hogy az EP-ben és a fővárosi közülésben is jelen vagyunk, azért én azt gondolom, hogy akár Hatházi Ákos, akár a fiatal politikusaim Gályos, Fungár Péter előtt azért van egy elég szépen befutható pálya. Tehát akkor marad a társelnökség? Természetesen. Mármint nem nekem, hanem a szervezetben, belül. Mert hogy a Magyar Nemzet pedig éppen az ön által is említett Hatházi Ákost említi, vagy Ungár Pétert, illetve Keresztes László Lórántot, hogy esélyesek arra, hogy a társelnöki posztot átvegyék. Hát Hatházi Ákos nyilvánvalóan felmerül, hiszen azzal együtt, hogy nem parlamenti képviselő, sokkal ismertebb politikus lett az elmúlt két évben, mint a 199 tagú országgyűlés többsége. Ungár Péter meg az egyik legtehetségesebb fiatal politikusunk. Ön kit lehetne szívesen az elnöki Nem biztos, hogy ízléses lenne ebben nekem határozott vélemény nyilvánítani. Én Ákost is, Ungár Petit is el tudom képzelni, sőt, hát én Eserbét is el tudom képzelni, hiszen együtt kezdtük el tolni ezt a történetet még 2000-ben. Szél Bernadett, te mikor osztotta meg, hogy lemond? Megosztottam jóval, kellő időben, jóval előbb, mielőtt bejelentettem. Próbáltam marasztalni önt? Teljesen higgadtan, racionálisan beszéltük meg, és a Detti is abszolút megértette, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy jövő hónapban vagy egy év múlva hány százalékot mérnek nekünk, egy hosszú távú történetről van szó, hogy pár év múlva készen tudjunk állni az ország kormányzására, és abszolút mértékben megértette, hogy ez a döntésem, ez valójában ezt a célt szolgálja. A döntésének köze volt ahhoz is például, hogy Molnár Julával beszélgettem, aki ugye az MSZP egyik elnökjelöltje most a tisztújító választásokon itt a nyáron. Ő például szeretne nyitni az összes ellenzéki párt felé. Önök pedig mindig markánsan, kategórikusan elzárkoztak az MSZP-vel kapcsolatos bármifajta társulástól. Hát ez Molnár Gyula személyére nézve azt gondolom, hogy hatványozottan igaz. Szerintem ők ezt házon belül, tehát az MSZP-SZDSZ utód szervezetei ezt házon belül játsszák le Gyurcsány Ferenccel meg a többiekkel. Én azt tudom mondani, hogy sok siker természetesen minden elnökjelöltnek az MSZP kongresszusán. Az LMP továbbra sem, azt gondolja, hogy továbbra sem. Teljes tévedésben van az, aki azt gondolja, hogy az LMP-nek a stratégiája az pusztán az én személyemtől függ. Az LMP stratégiája mögött ott van egy 98%-os kongresszusi határozat. Uh-huh. Beszéljünk egy picit önről. No. Mennyit fog most pihenni, fog-e egyáltalán? Hát lesz EB, úgyhogy gondolom, hogy igen. És utána mikor tér vissza az ügyvédi praxisba? Hát valamikor szeptemberben. Meg hát nyilván persze, tehát a következő hónapokban azt is végig kell gondolnom, hogy azt hogyan építem újra nyilván. Mennyit vett ki önből a politika? Azért ez nagyon... Hát ez szintén a következő hetekben, hónapokban tudom így pontosan megmérni. Én arra is tettem utalást, hogy valószínűleg azért sem hátrányos, hogyha az ember akár végleg, akár időlegesen kijebb húzódik, mert hát leginkább emberileg azért nagyon próbára tesz mindenkit ez a történet. Milyen értelemben? Hát az, hogy az, amit ugye kívülről láttunk, hogy milyen verekedések vannak mondjuk a parlamentben, idézőjelben természetesen Magyarországot illetően, szerintem az a legkevesebb, sőt megmondom őszintén, ez engem néha még szórakoztat is, de azért, ami a napi darálóban döntési helyzetként adódik, azért egy rettenetesen nehéz erkölcsi próbatétel, nem árt az, hogyha az ember időnként kívülről megpróbál ránézni arra, hogy ő maga mit tett, hogyan döntött. Mi volt például az ilyen legnagyobb erkölcsi próbatétel? Ezek nem annyira látványos politikai dolgok, ezek inkább ami egy-egy közösségen belül ilyen személy vagy személyekkel összefüggő döntés. Tehát nyilván ez embere válogatja, de ami a nagy világ vagy a nagy képernyő előtt ugye nagy döntésnek tűnt. Például a 12-13-as frakciószakadás, a szövetségesi döntés számomra az egy rettenetesen egyszerű morális döntés volt. Siffer András, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Jó pihenést kívánok önnek, és nagyon remélem, hogy fogunk még akár szakpolitikai kérdésekben is beszélgetni.